fényképeken látható események 1977. szeptemberének első vasárnapján játszódnak. A színhely a Dunakanyartól néhány kilométer délre fekvő tanított falu. Ez a vidék Magyarország egyik jelentős üdülőhelye, ezért nem lehet meglepetés az évnek ebben a szakában sok ember és temérdek autó. Ez az ember és járműtömeg azonban nem az ismert kirándulóhelyek, strandok, kempingtáborok felé vándorol, hanem a Magyarországi Baptista Egyház üdülő táborába. A nagy érdeklődés annak köszönhető, hogy dr. Billy Graham, a világszerte ismert evangélista, ma délelőtt ebben a táborban tart evangelizációt. Ezek az emberek, akik az ország különböző helyeiről, gyülekezeteiből, vallási csoportosulásaiból jöttek, most őt szeretnék hallani. You may not can sing like an angel, and you may not can preach like Paul, but you can tell. Ezek a képsorok a 8 óra körül lejátszódó eseményeket örökítik meg. Egyébként már 6 órától egyfolytában áramoltak az emberek a tábor felé, és ennek következménye, hogy a kezdés előtt 2 órával már több ezres tömeg várja Billy Grahamet. Folyik a harc a jobb helyekért, és ez érthető is, hiszen mindenki a lehetőségekhez mérten minél közelebbről szeretné látni és hallani a nagy evangélistát. Ez a dallam valószínűleg sokaknak ismerős. A nálunk is közismert éneket ezúttal Ácsi Denis előadásában halljuk, akit a film folyamán még látni fogunk. Megkezdődött az áhítat Mészáros Kálmán és Révész László Magyarországi Baptista Egyház alelnökeinek vezetésével. Az imádkozás áhítatos légkörét azonban nem lehetett teljesen megteremteni ebben a tömegben. Az emberek arcán látható feszültségből és az ebből fakadó izgatott mozdulatokból érezhető, hogy nagyon várják már Billy Grahamet. Begördül a táborba a két diplomata gépkocsi Billy Grahammel és kíséretével. A tömeg kitörő tapsal köszönti őket. A vendégek az emelvény felé igyekeznek. Elő dr. Billy Graham, jobbján felesége dr. Ruth Graham, mögöttük dr. Haraszti Sándor, aki tolmácsolni fogja az evangelizációt, és Palotai Sándor, a Magyarországi Szabadegyházak tanácsának elnöke. Köszöntő szavakat mondanak Palotai Sándor és az amerikai küldöttség egyik vezetője, majd Archie Dennis énekel. Most pedig elkezdődik az evangelizáció, amelyből rövid részleteket hallhatunk eredetiben. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha Billy Graham believeth in him, hiszen ő benne, Billy Graham shall not perish, el ne vesszen, but have eternal life, hanem örök élete legyen. You put your name in that. Most te helyettesítsd a te neredet ide. What do you have to do? Mit kell tenned? Four things. Négy dolgot. One. Először. Repent of sin. Bánd meg a te bűneidet. The second thing.
A második dolog... You must come by faith. Hitben kell jönnöd. A deaf man can believe. Egy vakember vagy egy süket ember is tud hinni. An educated man can believe. Egy művelt ember is tud hinni. An educated man can believe. Egy nem művelt ember is tud hinni. Everybody can believe. Mindenki tud hinni. The third thing. A harmadik dolog. You must be willing to obey him. Késznek kell lenned arra, hogy engedelmeskedsz ő neki. And then you must be willing to take a stand for Christ. És arra is készen kell lenned, hogy Krisztusról bizonyságot teszel. This is a historic day at this camp. Ez a mai nap történeti esemény ebben a táborban. You are not here by accident. Nem véletlenül jöttél ide. In the plan of God, he brought you here. Isten az ő tervében hozott ide téged. Today a little voice has spoken to your heart, the voice of the Holy Spirit. És ma egy kis csendes hang szólalt meg a te szívedben, a Szentléleknek a hangja. And many of you that are in the church need to rededicate your lives to Christ. És sokan közületek, akik beletartoztok az egyházba vagy a gyülekezetbe, kell, hogy újra Krisztusnak szenteljétek a ti életeteket. Mert Isten úgy szerette ezt a világot. A legismertebb, legközérthetőbb és egyben a legmélyebb tartalmat hordozó igeverse ez a Bibliának. A fölemelt kezek, a sugárzó tekintetek mind-mind azt bizonyítják, hogy sokan megértették az ige mondani valóját. Vannak a tömegben, akik sokatszor, de vannak szép számmal olyanok is, akik először kötelezték el magukat Isten szolgálatába. My Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Shall come with clouds of acclamation and take me home. Az ige hirdetés befejeződött. Az arcokról azonban egyértelműen látható, hogy az emberekben továbbra is ott élennek forrása, hatása. In humble adoration. Az emberek felállnak helyükről. Készülődnek haza egy olyan délelőtt csodálatos élményével a szívükben, amely bizonyára az elkövetkező napokban még kamatozni fog. Balcó András többszörös olimpiai és világbajnok, az egyetemes sport nagy alakja szintén eljött. Arcáról, szavaiból azt tükröződik, hogy nem bánta meg. How great thou art, how great thou art. Ezt az éneket bizonyára mindannyian ismerjük. Isten nagyságát, hatalmát magasztalja. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Azok az emberek, akik most szétszélednek, eltávoznak az ország különböző részeire, életükkel, magatartásukkal, szavaikkal szintén ezt akarják hirdetni. Hatalmas, nagy vagy te, Isten!